Pedro Rodríguez Filho, közismert nevén Pedrinho Matador gyilkos Pedro. Élete rendkívül ellentmondásos, tele erőszakkal, tragédiákkal és egy sajátos erkölcsi kódexsel, amelyet sokan az önbíráskodás szélsőséges formájának tekintenek. Az alábbiakban részletesen bemutatom életének eseményeit. Édesanyja várandós korában erőszakot szenvedett el apjától, aki súlyosan bántalmazta őt. Ennek következményeként Pedro koponyasérüléssel született, ami már születésétől kezdve meghatározta az életét. Családja szegény volt, apja alkoholista, aki gyakran bántalmazta a családot. A gyermekkora nem csak szegénységben, hanem erőszakos légkörben is telt, ami vélhetően hozzájárult ahhoz, hogy Pedro korán megismerte az erőszak nyelvét. Az első gyilkosságok. Pedro mindössze 14 éves volt, amikor elkövette első gyilkosságát. Apját, aki iskolai biztonsági őrként dolgozott, lopással vádolták meg, amiért elbocsátották állásából az alpolgármestert, aki a vád mögött állt, Pedro hidegvérrel lelőtte. Ezután a valódi tolvajt is megölte, aki apja helyett lopott. Ezek a cselekmények megmutatták, hogy Pedro már fiatalon hajlamos volt az önbíráskodásra és a bosszúra. Fiatal évei, drogdílerek és igazságosztás. A gyilkosságok után Pedro São Paulo állam Mogidas Cruzes városába menekült, ahol folytatta bűnözői életmódját drogdillerekre és más bűnözőkre vadászott, gyakran kirabolta őket, vagy megölte őket. Ezeket az embereket saját erkölcsi mércéje szerint méltónak találta a halálra, mivel bűnözők voltak. Ezek az évek formálták ki hírnevét. Egyesek szemében ő volt az önjelölt igazságosztó, aki a társadalom megtisztítására törekedett, míg mások egyszerű gyilkosként tekintettek rá. Maria Aparecida Olimpia és a bosszú hadjárat. Pedro találkozott Maria Aparecida Olimpiával, becenevén Bottingha. Kapcsolatuk mély érzelmekkel teli volt, és Maria gyermeket várt Pedrótól. Azonban boldogságuk rövid életűnek bizonyult. Mariat egy rivális banda meggyilkolta. Ez az esemény Pedro életében fordulópontot jelentett. Fájdalma és dühje olyan bosszú indított el, amelyben módszeresen megölte a banda tagjait. Családi tragédiák Az apja és az édesanyja halála Pedro családjában újabb tragédia történt. Amikor apja brutálisan meggyilkolta édesanyját, Pedro ezt soha nem tudta megbocsátani. Meglátogatta apját a börtönben, és ott halálosan megkéselte őt. A történet különösen sokkoló részlete, hogy Pedro kivágott egy darabot apja szívéből, és azt állítólag megrágta, mielőtt kiköpte volna. Pedro ezt szimbolikus bosszúnak nevezte, amelyben édesanyja halálát torolta meg. Letartóztatás és börtönévek. 18 évesen Pedro Rodriguez letartóztatták, miután több mint 70 gyilkosságot vallott be. 128 év börtönbüntetésre ítélték. Brazília törvényei szerint azonban egyetlen elítélt sem tölthet több mint 30 évet börtönben, így büntetése idővel csökkent. A börtönévek alatt Pedro folytatta a gyilkosság sorozatát. További hét rabot ölt meg, többnyire olyanokat, akiket gyilkossággal, erőszakkal vagy pedofíliával vádoltak. Pedro saját bevallása szerint csak azokat ölte meg, akiket megérdemeltnek tartotta halára. S a szabadulása és újabb börtönbüntetés. 2007-ben Pedro Rodriguez szabadon engedték. Szabadulása után próbált új életet kezdeni, újra letartóztatták, lázadás szítása és személyi szabadság megsértése miatt. Ekkor 8 év börtönbüntetést kapott, de 2018-ban jó magaviselet miatt ismét szabadlábra helyezték. Élete szabadulása után YouTube és közszereplés. Pedro Rodriguez Filho szabadulása után YouTube csatornát indított Pedrinho AX Matador néven. Itt a bűnözés elleni kampányt folytatott, modern bűnügyeket kommentált, és próbálta elrettenteni a fiatalokat a bűnöző életmódtól. Bár sokan fenntartásokkal fogadták, mások pozitív példának tekintették arra, hogy az emberek képesek megváltozni. 2023. március 5-én Pedro Rodríguezt Mogidas Cruzes városában ismeretlen támadók meggyilkolták. Az eset körülményei máig tisztázatlanok, és a gyilkosokat nem sikerült azonosítani. Pedro Rodriguez Filho élete a mai napig megosztó. Egyesek úgy tekintenek rá, mint aki a bűnözők elleni harc egyik végletekig vitt példája, míg mások szerint ő maga is a bűnözés megtestesítője volt. Ez a kapcsolat nem csak a családon belüli erőszakot tükrözi, hanem a gyűlölet és az erőszak hosszú távú hatásait is. Íme részletes bemutatása a kapcsolatuknak. Erőszakos gyermekkori kapcsolat Pedro Rodriguez Filho apja, Manuel Edos Raimundo Rodriguez, kegyetlen és bántalmazó ember volt. Már Pedro születése előtt is erőszakot követett el. A feleségét fizikailag bántalmazta, amikor az Pedrot hordta a szíve alatt. Ennek következtében Pedro koponya sérüléssel született, ami már a kezdetektől megnehezítette az életét. Pedro gyermekkora tele volt fizikai és érzelmi bántalmazással. A apja rendszeresen verte őt és édesanyját is. Az erőszak mindennapos volt a háztartásukban, és Pedro már fiatalkorában megértette, hogy az apja egy agresszív zsarnok, aki nem törődött a család jólétével. Ez a környezet nagyban hozzájárult, Pedro erőszakos viselkedésének kialakulásához és ahhoz, hogy sajátos erkölcsi kódexet alakítson ki, amelyben az erőszak az igazságszolgáltatás eszközévé vált. Az édesanyja meggyilkolása. Pedro apja brutális bűncselekményt követett el, amely véglegesen megpecsételte a kapcsolatukat, el meggyilkolta Pedro édesanyját. Az eset rendkívül brutális volt. Az apja 21 készúrással végzett a feleségével. Ez a tragédia Pedro életének egyik legmeghatározóbb eseménye lett. Az édesanyja volt az egyetlen ember, aki szeretetet és támogatást mutatott Pedro iránt. Halála mély sebet hagyott benne, és hatalmas gyűlöletet ébresztett az apja iránt. Pedro úgy érezte, hogy az apja elvette tőle az egyetlen szemét, aki valaha törődött vele. A börtönlátogatás látogatás és az apja meggyilkolása. Az édesanyja meggyilkolása után Pedro apját letartóztatták és börtönbe zárták. Pedro azonban úgy érezte, hogy az igazságszolgáltatás nem elég bosszút esküdött, és elhatározta, hogy saját kezével fogja megbüntetni az apját. Pedro meglátogatta apját a börtönben, és ott halálosan megkéselte. Az eset különösen sokkoló részlete, hogy Pedro kivágott egy darabot apja szívéből, amit állítólag megrágott, majd kiköpött. Pedro később azt mondta, hogy ezzel az apja gonoszságát akarta megsemmisíteni, és szimbolikus igazságszolgáltatásként tekintett a tettére. Pedro indoklása, Pedro soha nem mutatott megbánást az apja meggyilkolásáért. Úgy nyilatkozott, hogy az apja egy szörnyeteg volt, aki nem érdemelt kegyelmet. Az édesanyja halála után úgy érezte, hogy neki kötelessége igazságot szolgáltatni, és az apját a saját erkölcsi mércéje szerint ítélte meg. A gyilkosság számára nem csak személyes bosszú volt, hanem egyfajta szimbolikus tett is, amelyben az apja által elkövetett bűnöket próbálta jóvá tenni. A kapcsolat pszichológiai hatásai. Pedro és az apja közötti kapcsolat mély pszichológiai nyomokat hagyott Pedro életében. Az apja erőszakos magatartása és az édesanyja meggyilkolása alakította ki Pedro gyűlöletét a bűnözők és erőszakos emberek iránt. Ez a gyűlölet vált a tettei hajtóerejévé és hozzájárult ahhoz, hogy az erőszakot igazságszolgáltatásként használja. Apjával való kapcsolata szimbolikus volt Pedro életében, az apja volt az a figura, aki megtestesítette a gonoszságot, az elnyomást és a családon belüli erőszakot, amelyet Pedro egész életében próbált megtorolni. Összegzés. Pedro Rodriguez Filho és apja kapcsolata a családon belüli erőszak tragikus példája. A sorozatgosok apjukkal való kapcsolata gyakran döntő szerepet játszik személyiségük kialakulásában, és jelentős hatással van arra, hogy miként kezelik az érzelmeket, a konfliktusokat és az emberek közötti kapcsolatokat. Sok esetben ezek a kapcsolatok a bántalmazás, az elhanyagolás, a félelem vagy a teljes apai hiány köré épülnek. Az alábbiakban részletesen bemutatom néhány híres sorozatgyilkos és apjuk kapcsolatát. Pedro apja, Manuel Edos Raimundo Rodriguez, erőszakos és kegyetlen ember volt, aki rendszeresen bántalmazta családját. Már Pedro születése előtt bántalmazta terhes feleségét, ami miatt Pedro koponya sérüléssel született. Gyermekkorában az apja érzelmileg és fizikailag terrorizálta őt és édesanyját. Következmény. Amikor apja brutálisan meggyilkolta Pedro édesanyját, Pedro a börtönben végzett apjával. Ez a kapcsolat döntően hozzájárult Pedro erőszakos személyiségéhez és az igazságtalanság elleni önbíráskodás eszméjéhez. Edmund Kemper Kapcsolat az apjával Edmund Kemper apja elhagyta a családot, amikor Edmund még fiatal volt. Az apa távozása után Edmund édesanyjával maradt, aki erőszakos, manipulatív és érzelmileg bántalmazó nő volt. Edmund apjáról azt mondta, hogy az egyetlen ember volt, aki tisztelt, és mélyen fájlalta a hiányát következmény, az apai hiány és az anyai bántalmazás kettőssége mély pszichológiai törést okozott Edmundban, amely később szadista viselkedésében és erőszakos cselekedeteiben mutatkozott meg. Ted Bundy kapcsolat az apjával. Ted Bundy soha nem ismerte biológiai apját. Gyermekkorában nagyszülei nevelték és nagypapáját tekintette apai figurának. A nagypapa rendkívül agresszív és erőszakos ember volt, aki Bandira nagy hatást gyakorolt. Következmény. A biológiai apja ismeretlensége identitás problémákat okozott Bandiban, míg a nagypapa bántalmazó magatartása a saját agresszív viselkedésének modelljévé vált. John Wayne Gacy apja alkoholista és erőszakos ember volt, aki rendszeresen verte őt. Apja folyamatosan szidalmazta és gyávának nevezte, miközben soha nem ismerte el Gacy eredményeit. Gacy egész életében próbálta apja elismerését elnyerni, de ez soha nem sikerült. Következmény. Az apai elutasítás és erőszak jelentős szerepet játszott Gacy alacsony önértékelésében és a rejtett dű felhalmozódásában, amely később brutális gyilkosságok formájában tört ki. Kapcsolat az apjával. Jeffrey Dahmer apja, Lionel Dahmer nem volt fizikailag bántalmazó, de érzelmileg távolságtartó volt. Lionel gyakran hiányzott otthonról, és amikor a szülők elváltak, Jeffrey magára maradt a problémáival. Következmény. Az apai szeretet és iránymutatás hiánya Dahmer érzelmi elhidegüléséhez vezetett, amely felnőtt korában az erőszakos viselkedésében nyilvánult meg. Lionel később elismerte, hogy talán többet kellett volna törődni a fiával. Richard Ramirez apja, Julian Ramirez rendkívül szigorú és erőszakos ember volt. Ramirez gyermekkorában gyakran elmenekült otthonról, hogy elkerülje apja büntetéseit. Emellett Ramirez sok időt töltött erőszakos nagybátyával, aki háborús bűnökről és erőszakos cselekedetekről mesélt neki. Következmény. Az apai bántalmazás gyere. és a családi kapcsolatok Ramirez sötét világképének kialakulásához vezettek, amely későbbi büntetteiben tetőzött. Aileen Wurnosz apja Leo Dale Pittman soha nem volt jelen az életében. Pittman szexuális bűnöző volt, aki börtönben halt meg, miközben kiskorúakat molesztált. Eileen soha nem ismerte apját, és ezt a hiányt érzelmi bizonytalanságként élte meg. Következmény az apai figura teljes hiánya és az instabil családi háttér hozzájárult Eileen érzelmi sérülékenységéhez és agresszív viselkedéséhez, amely felnőtt korában gyilkosságokban nyilvánult meg. Összegzés. A sorozat gyilkosok és apjuk közötti kapcsolatokat vizsgálva több közös tényező figyelhető meg. Apai bántalmazás. Az apák fizikai és érzelmi erőszakot alkalmaztak, ami mély sebeket okozott a gyermekeikben. Elhanyagolás. Az apai szeretet és törődés hiánya az érzelmi elhagyatottság érzését keltette bennük. Zavaros családi háttér. Sok sorozatgyilkos diszfunkcionális családban nőtt fel, ahol az apai szerep hiánya vagy negatív hatása torz személyiséget eredményezett. Félelem és gyűlölet. Az apák bántalmazása gyakran gyűlöletet vagy félelmet keltett a gyerekekben, ami hosszú távú pszichológiai következményekkel járt. Bár az apával való rossz kapcsolat nem feltétlenül okoz sorozatgyilkosságot, sok esetben ezek az élmények fontos szerepet játszanak a bűnözői viselkedés kialakulásában. Pedro Rodríguez Filho esete különleges a sorozatgyilkosságok történetében, mivel áldozatai közül sokan más bűnözők voltak. Ehhez hasonló esetek ritkák, de néhány más sorozatgyilkos és bűnöző története érdekes párhuzamot mutathat. Az alábbiakban részletesen bemutatok néhány hasonló esetet. Carl Panzram, az önbíráskodó gyilkos. Carl Panzram egy amerikai sorozatgyilkos volt ez 1920-as években, aki több mint 20 ember haláláért felelős. Áldozatai közé tartoztak bűnözők, matrózok és olyan emberek, akikről azt hitte, hogy gonoszak vagy kihasználták őt. Panzram filozófiája az volt, hogy a világ tele van gonossággal, és ő is része ennek az ördögi körnek. Bár nem állította, hogy igazságot szolgáltat, cselekedeteiben megvolt a szemet szemért elv, amely Rodriguez Filó tetteivel mutat hasonlóságot. Joseph Kalinger, a bosszúálló gyilkos Cullinger, egy amerikai sorozatgyilkos, aki fiával együtt gyilkolt, szintén áldozatai hibáit vagy gonoszságát okolta tetteiért. Bár tetteit elsősorban személyes bosszú és mentális betegsége motiválta, az igazságszolgáltatásnak való megfelelés illúzióját próbálta kelteni. Ezzel egy hasonló erkölcsi indoklást adott, mint filho. The Punisher típusú esetek. Egyes valós bűnözők és gyilkosok magukat antihősként állítják be, akik megölik a társadalom által megvetett embereket. Ez a megközelítés Rodriguez Filora is jellemző volt. Vigilante gyilkosságok Mexikóban. A mexikói drogháború során többször előfordult, hogy egyes egyének vagy csoportok, például Los Pepes, önbíráskodásba kezdtek a kartellek tagjai ellen. Ezekben az esetekben a gyilkosságokat igazságszolgáltatásnak állították be. Donald Pee Wee Gaskins, egy, egy amerikai sorozatgyilkos, aki több áldozatát azért ölte meg, mert szerinte megsértették őt vagy másokat. Bár Gaskins nem kizárólag bűnözőket vett célba, úgy érezte, hogy cselekedeteivel saját igazságszolgáltatását érvényesíti. Párhuzamok Pedro Rodriguez Filhoval, motiváció Rodríguez Filho saját vallomásai szerint bosszúból és igazságérzetből gyilkolt, gyakran a rossz emberek ellen. Hasonló motiváció figyelhető meg Panzram vagy a mexikói önbíráskodók esetében. Célpontok Filho gyakran olyan bűnözőket vett célba, akikről azt gondolta, hogy megérdemlik a halált. Ez ritka a sorozatgyilkosok körében. Kegyetlenség Filho nem csak gyilkolt, de áldozatait brutális módon végezte ki, hasonlóan más sorozatgyilkosokhoz, akik kegyetlenségük által váltak hírhetté. Összegzés Pedro Rodríguez Filho eszete egyedülálló a sorozatgyilkosok világában, mivel tetteit sokan önbíráskodásként vagy igazságszolgáltatásként fogták fel. Bár hasonló példák léteznek, Filho története az áldozatok specifikus kiválasztása és a személyes igazságérzet hangsúlyozása miatt kiemelkedik. gyilkosságait sokan az igazságszolgáltatás egyfajta alternatív formájának tekintették, mivel főként olyan embereket ölt meg, akiket bűnözőként vagy erkölstelenként azonosított. Ezzel az önkényes igazságszolgáltatás jelképévé vált, amely megihlethette a popkultúra számos alkotását, például a Dexter című sorozatot. Pedro Rodriguez Filho öröksége Pedro Rodriguez Filho esete különösen jelentős a következő okok miatt. Gyilkosságai főként bűnözők ellen irányultak. Áldozatai között voltak drogkereskedők, erőszaktevők, gyilkosok és más bűnözők. Egy esetben például apját ölte meg, aki meggyilkolta édesanyját. Bár Filho gyilkosságai brutálisak voltak, sokan antihősként tekintettek rá, mivel cselekedeteit egyfajta morális igazságérzet vezérelte. Filho szerint több mint száz gyilkosságot követett el, beleértve azokat, amelyeket börtönben hajtott végre más rabok ellen, akiket bűnösnek tartott. Egy popkulturális hatás, az önbíráskodó gyilkos karaktere vonzó témává vált az irodalomban, filmekben és sorozatokban. Philo életének egyes elemei visszaköszönnek az olyan fikciós antihősöknél, mint Dexter Morgan. Dexter sorozat, párhuzam, Pedro Rodriguez Filóval a Dexter egy amerikai televíziós sorozat, amely 2006 és 2013 között futott, majd 2021-ben új évaddal tért vissza, New Blood. A sorozat főszereplője Dexter Morgan, egy igazságügyi vérnyomelemző, aki titokban sorozatgyilkosként tevékenykedik. Gyilkosságai azonban szigorú kódexet követnek. Kizárólag olyan embereket öl meg, akikről bebizonyosodott, hogy bűnözők és másképp nem vonhatók felelősségre. Közös pontok Philho és Dexter között. Egy igazságszolgáltatás önbíráskodás révén Filho célpontjai saját erkölcsi mércéje szerint megérdemelték a halált. Gyakran olyan embereket ölt meg, akikről úgy vélte, hogy a rendszer nem bünteti meg őket megfelelően. Dexter sötét utasa, a gyilkolási vágya szigorúan a Harry kódex szerint működik, amely megakadályozza, hogy ártatlan embereket öljön meg. Dexter csak olyan bűnözőket öl meg, akikről bizonyítja, hogy gyilkosok vagy szörnyű bűncselekményeket követtek el. Karizmatikus antihős. Mind Philho, mind Dexter karizmatikus személyiségként jelenik meg, akik képesek megnyerni mások szimpátiát annak ellenére, hogy brutális gyilkosok. Bűnözők áldozatulejtése, Philho kifejezetten bűnözőkre vadászott, és gyilkosságait néha még a börtönben is folytatta. Dexter hasonló módon csak olyan áldozatokat választott, akik bűnösök, de a rendszer kiskapui miatt szabadon maradtak. A társadalom reakciója, Philho esetében az emberek megosztottak voltak. Egyesek hősnek tekintették, míg mások brutális gyilkosként ítélték el. Dexter karakterét a nézők gyakran antihősként élték meg, aki egyszerre szörnyeteg és a rendszer hibáinak egyfajta megoldása. Eltérések Pedro Rodriguez Filho és Dexter között. Filho tetteit sokkal inkább az érzelem és a bosszú vezérelte, például anyja meggyilkolása miatti trauma. Dexter módszeres és érzelemmentes gyilkosságai szabályokhoz kötöttek, amelyeket nem lép át. Társadalmi helyzet, Filho egy szegény brazil közegben nőtt fel, ahol a bűnözés és az erőszak mindennapos volt. Tettei gyakran az adott környezetre adott válaszként értelmezhetők. Dexter egy képzett szakember, aki látszólag normális életet él Miami-ban, és gyilkosságai inkább a belső késztetéseiből fakadnak. Valódi történet kontra fikció. Filho valódi sorozatgyilkos volt, tettei pedig sokszor kaotikusak és brutálisak. A Dexter sorozat szándékosan idealizálja és stilizálja a gyilkosságokat, hogy a nézők szimpatizálni tudjanak a főszereplővel. Pedro Rodríguez Filho története rávilágít a társadalmi igazságszolgáltatás hiányosságaira és a bűnözés mélyen gyökerező problémáira, különösen Brazíliában. Dexter Morgan karaktere pedig megmutatja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egy fiktív antihőshöz, aki a saját igazságérzete szerint cselekszik. Mindkét figura azt a kérdést veti fel, vajon jogos lehet-e az önbíráskodás, ha a rendszer kudarcot vall.